Sziasztok! Ez itt a Mi a Teendő podcast, amiben azt az ambiciózus és egyáltalán nem szerénytelen céltűztük ki magunk elé, hogy a nem tudják, de teszik korában feltegyük azt a kérdést is, hogy mi van akkor, ha tudnánk, mit tennénk. Én Papszilárd vagyok, Partizán szerkesztője. Géber Márk. sziasztok! A mai vendégünk Gerőcs Tamás, akinek most jelent meg nemrégiben karácsony környékén a Magyarország függő fejlődése címre hallgató kötete. Még annyit mondanék el, hogy podcastunknak van egy Facebook oldala, ami a teendő. Itt szoktuk közzétenni, hogy milyen vendégekkel és milyen könyvekkel készülünk, illetve itt tudtok nekünk üzenetet is küldeni kérdésekkel, meglátásokkal, ezeket nagyon szívesen fogadjuk. Ugyanezt meg tudjátok tenni egyébként e-mailen is, a mi a tendő podcast kukac címen, amit szintén megtaláltok a Facebook oldalunkon. Szeretettel várjuk a meglátásaitokat, vagy hogyha esetleg van tippetek, hogy még kivel lenne érdemes beszélgetni, milyen könyvet lenne érdemes megtárgyalni, vagy milyen témakört, és akkor esetleg ahhoz mi aztán vadászunk embereket, szóval minden ilyen észrevételt, kérdést nagy szeretettel fogadunk. És akkor szerintem kezdjük is el. Köszi szépen Tamás, hogy eljöttél hozzánk. Hát köszönöm Öm. szépen a meghívást arra gondoltam, megmondom őszintén, hogy mielőtt kicsit rázumolnánk a könyvre, meg rázumolnánk Magyarországra, beszélgessünk arról, hogy mi is történik most per pillanat, mert hogy itt van velünk egy olyan ember, aki a világgazdaságnak a nagy trendjeit azt folyamatosan figyeli, és engem nagyon foglalkoztat az, hogy mi is történt mondjuk 2020 koronavírus járvány kirobbanás óta, milyen átrendeződéseket, tendenciákat látsz világgazdasági szinten? Még egyszer köszönöm a meghívást, és még a fölvezető kapcsolódva fordulnék rá a kérdésedre, hogy a könyv kapcsán is érdemes megjegyezni, hogy, hogy ez egy ilyen csoport, csapat munkának, és egy ilyen kollektív munkának az egyik ilyen leágazás. A helyzet műhely is úgy működik, hogy én magam is egy olyan gondolkodású ember vagyok, hogy nem így egy magam ülök és nézem a világgazdasági folyamatokat, hanem ezt mindig ilyen párbeszédbe, kollektívába, különböző csoportokba, vagy akár mint most veletek, fontos, hogy át és tényleg ez egy folyamat, ez most is zajlik, tehát én értem egyébként egy könyv vagy egy cikk, az mindig egy ilyen furcsa dolog, mert egy a képet ad arról, amit gondolunk, illetve gondolok egy adott szögből egy dologról, de hogy egy valójában az izgiségeből tényleg ez a folyamat jellege. Biztos nem mondom, nehéz kérdés, amit fölteszel, tehát a könyvből is kiderül, hogy ilyen nagyon nagy történeti táblatokba szeretek gondolkodni. Tehát igazából ilyen nagyon aktuális, ilyen új trendfordulókat, meg éppen így mi a legszexibb trend a mai világban, erre egyébként valószínűleg nem én vagyok a legjobb ember, aki így pontos választ tud adni. inkább ezt szeretem ebbe az ilyen nagyobb kontextusba belerakni, amit mások látnak, vagy mások is látnak. Összességében én nem látom egyébként, hogy a 2020 lenne egy ilyen nagy történelmi fordulóink. Azért a meglévő folyamatok felgyorsultak, eszkalálódtak, vagy ilyen kontúrosabbá váltak. Politikai-gazdasági rendszerekre, intézményekre értem csak. Tehát, hogy ezek a trendek, ezek itt voltak, én nem látok ilyen új trendet, De az biztos, hogy a kontúrok máshogy látszanak, mint 2020 előtt. És hát itt sok mindent ki lehet emelni, például ez a digitalizáció, mm -hmm. vagy milyen folyamatokat. Eredmény ez mondjuk az oktatásban, de egyébként a gyártásban, és általában az ember interakciókban, ez egy nem új, tehát nem 2020-ban kezdődött, de azóta mélyült, vagy azóta látszik az, hogy ez nagyon sok lehetőséget kinyitott arra, hogy hogyan szervezzék újra a társadalmi intézményeinket. A társadalmi rendszer az egy ökológiai rendszer, és így nem lehet csak ember és ember, meg osztályok közötti, osztálykonfliktus körüli viszonyokként értelmezni, hanem igazából ennek egy szélesebb aspektusa van ezt nem, ezt nem mindig vesszük figyelembe, meg ez sok szempontból egyébként most válik ilyen szexi témává, de egyébként van, van, ennek hagyománya, hogy erről hogyan gondolkodtak korábban. Na ez például egy olyan téma, ami most nagyon élesen kijön, mert látszik, hogy a, a hétköznapi élet legapróbb folyamatait, részleteit is most úgymond a válságkezelés jegyében szabályozzák újra, szabályozzuk újra, tehát hogy ez ebben a nagyobb korrendszerben értelmezhető egyáltalán. Vagy egy másik téma, most csak itt bedobom, hogy mik lehetnek érdekesek, meg mik azok, amik a könyvben is fel Bukannak. világpolitika, ami világgazdaság, világpolitika, természetesen ezek nagyon szorosan összefüggnek, tehát ott milyen átrendeződés zajlik, mm. látszik fegyveres konfliktusok, népmozgások, kereskedelmi, politikai átrendeződés. Az látszik, hogy egy felgyorsult megint valami, ami nem új, de hogy ennyire feszültségekkel teli talán most kezd válni 2020 után. Hát mire gondolok itt, igen, mondjuk Kínára, Oroszországra, Egyesült Államok, az Európán belüli politikákra, Kelet-Európa, Magyarország szerepet, tehát hogy sok rétege van ennek. Meg, de ott van egy nagy átrendeződés. Amerikai hegemóniának hívjuk, ugye mi annak a világkapitalista berendezkedésnek, az intézményei azok nem hogy recsegnek, kropognak, de sok ponton összes roppantak, vagy ilyen egy látványosan ilyen diszfunkcionálisá váltak, és ez kinyitott egy csomó kaput, irányteret, amiben látjuk, hogy más szereplők helyezkednek máshogy, és ez átrendezi a világpolitika térképét. Gondoljunk csak tényleg egyik legaktuálisabb kérdés, ugye a Ukrajna körül, ami van, igazából egy ilyen háborús helyzet széli vagyunk, úgy érzem, tehát elég forró hangulat. Egyrészt azt a kérdést teszed fel, hogy mi az állam, illetve hogy ebben a tőke munkaviszonyban, ezekben a történeti folyamatokban hogyan menedzseli ezeket a viszonyokat az állam? Ezt tovább gondolva, a könyv egyik központi fogalma az hídmodell, hogy Magyarországot, mint hídmodell írod le, amit a magyar állam állít elő azok között a világpolitikai, világgazdasági kényszerek és lehetőségek között, amik között van, és ha lenne a kérdés, hogy akkor mi is az a modell, vagy hogy néz ki, mi az a konkrét konfiguráció, ahogy a magyar állam ezt a dolgot felépíti. A tőke az csak úgy tudja magát újratermelni, hogy profitot csinál, mégpedig nem egy süllyedő pályán, tehát tartja a profitráta szint, pedig ez csak a munkából tudja kinyerni. Az érdek ellentét az onnan fakad, hogy olcsósítja, tehát csak, mm -hmm. ezt csak mm -hmm. úgy tudja megcsinálni, hogy így lenyomja mm -hmm. a munka újratermelésének az értékét, tehát a munkaerő létfeltétele. Amennyire csak tudja, adott esetben ezt lenyomhatja olyan mélyre, hogy, hogy ott vége a sztorinak, nak mint az adott munkás szempontjából, belővi a minimumra, hogy ez mm -hmm. így ne, ha hogy a rabszolgaság korán, mm hogy -hmm. ne halljon néhány, de ennyi és onnantól kezdve ingyen dolgozom vagy olcsón dolgozzom. Ebből következik, hogy mit akarhat a szervezet, társadalmi mozgalom, ami a, most a munkásosztály hogy az emberek érdekét képviseli, akik nem akarják, hogy így olcsósítsák őket. Sematikusan mégis kétféle dolgot lehet akarni. Az egyik az az, hogy kevésbé legyen olcsó. tehát mm -hmm nagyobb szelet a tortából. Uh -huh. A másik az, és nyilván ez a radikális dolog, hogy ne ilyen feltételek között kelljen a társadalmi viszonyainkat uh -huh. fenntartani, vagyis hogy ne kelljen nekem eladnom a munkaerőket, uh -huh. az hogy túléljek, és más, ne abból gazdálkodjon, amit elvesz tőlem. Tehát, hogy az alapvető viszonyt kell megváltoztatni azon túl, hogy hol van az alkum, az olcsóságra vonatkozó alkú. Itt mindig ez lesz az izgalmas, hogy ezt hogy lehet összeegyeztetni, meg rövid táv, hosszú táv, uh -huh. valamelyiket a másik árán, tehát hogy hogy fogalmazzák meg ezt ezek a mozgalmak. Ez az olcsósítás, ez egy jó hívó szó volt az ilyen általános kerethez. Mi a magyar sztori, hogy mik az ilyen konkrétumok? A hídmodell kapcsán meg általában csinál az állam. Annyi sok mindent mondtak az államról, meg annyira sok féleképpen lehet megközelíteni, hogy ezt az így jelezni akartam, hogy tényleg én mit értek ez alatt. És akkor itt jön be az, hogy egy ilyen közvetítő, végülis egy ilyen menedzser vagy intézményi környezet, amiben ezek az érdek vannak menedzselve, beleértve nagyon hangsúlyosan az érdek ellentéteket is, meg az érdek is. És ez egy ilyen dinamikus sztori, ez egy az, az hogy hogyan közvetít, ez egy ilyen nagyon-nagyon történetek, egy, egy ilyen, dinamikus folyamat lesz. És akkor egyfelől igen, itt jól megragadható egy ilyen, végülis ez egy általános tézis, az állam az egy ilyen közvetítő, az érdek, uh -huh. érdekcsoportok közötti közvetítő. Oké, okay, az izgi az az lesz, hogy adott helyzetben kik ezek a csoportok, honnan jönnek, uh -huh. merre tart, ami a konkrét érdekviszony, uh -huh. mert az az állam az az lesz, az egy olyan állam lesz. A híd modellről így annyit, ez egy, mint fogalom, nem az én találmányom, tehát ezt én így átvettem ennek a magyar hagyomány, ilyen gazdaságtörténészek között, talán idősebb Vigvári András is használta valahol, Lóránt Károly még a szociáldemokrata korszakában használta valahol, tehát ez így át van véve általunk, itt ezt közösen használjuk. Ahogy ők használták, azt mi módosítottuk egy picit, ennyiben azért van hozzáadott értéke a munkánknak is, ahogy ők használták, ez egy Külkereskedelmi fókuszt, ez egy teljesen egy gazdasági dolog volt. Egyébként azt hiszem ők sem így kitalálták, hanem ilyen konkrétan ilyen Külker minisztériumnak ilyen leírataiból uh -huh. vetik, ahol tényleg ez a nyugati Export, KGST Export, és akkor uh -huh. az Cserarányok és ez hogyan, tehát egy, egy ilyen külkereskedelmi kapcsolatot uh -huh. hívtak akkor így, és akkor ők ezt elemezték. És amihez mi hozzánéztünk, tehát ahogy mi értettük ezt, az pont az volt egy kicsit ilyen szociológiailag, hogy, hogy melyik exportnak és importnak milyen ilyen érdekcsoportja volt. Ilyen, uh -huh. ilyen gazdasági lobby, ha tetszik. És akkor tök kidobódott egy ilyen másik irodalom, ami megint nem a mi ilyen empirikus találmányunk volt, hogy ilyen a Kádári kompromisszum az így hogy alakult ki a 60-as évek elején, hogyan mozgott végig a 70-es 80 -as években. De esett szét, tehát mik voltak az ilyen nagyobb erőközpontok, egyes minisztériumokba, lobbycsoportok, vállalatvezetők, szót, szakszervezet, tehát ez így, hogy, hogy épült fel egy ilyen nagy politikai szövetségrendszer, ami sok kádár uh -huh. korszaknak az ilyen lényege volt mégis a dolgot így összeintegráltuk a, a mi fogalmunkba, hogy ez a külgazdasági folyamatok, és ezek a belső érdek csoportok, együtt hogyan alakították egymást. Nyilván nem ilyen te sem, nem ilyen kiegyenlített folyamatokat kell érteni, tehát ugye a külső, külső gazdasági kényszerek az adott esetben durvák voltak, ez is ismert, mondjuk egy olajáróbanás után, vagy egy devizaválság idején, hogyan kezdődik el, mondjuk mondjuk Magyarországon is az megszorítások időszakában, Szaka, tehát ez, ez, egy ismert történet. A lényeg, hogy ez főleg ebben a könyvben, tehát András segítségével, de itt azért kiélesítve hoztam én is ki azt, hogy, hogy ez volt ez a közvetítő rendszer. Tehát itt, 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 egy integráció zajlik, nagyon erősen külkereskedelmi és pénzügyi folyamatokon keresztül, és ez nagyon durván visszahat ezekre a belső érdekekre, érdekcsoportokra. Hm. és, és azt látjuk, hogy ez egy korszak, igazából ez a híd ez nem egy általános jelensége Magyarországnak, bár nagyon viccesen lát, játszanak minták, amik ma is azt mondanám, uh -huh. hogy összehasonlíthatóak ilyen 70-es évekkel de azért alapvetően ebben ez, ez egy ilyen történeti korszakot értünk, ami a kádári kompromisszummal kezdődik, így 56 után, amikor mégis az ilyen 61-62-es konszolidációval, és már is 89-ig tart, tehát ez a hmm. államszocialista kádár korszak. Ez, ez a hídmodell, ami, amit mi hídmodellet találtunk. Aztán utána, 89 utáni rendszerváltás, az már másod. Ott, ott már, más csoportok jönnek, meg máshogy közvetít, más feltételei lesznek az integrációnak, tehát az már egy másik modell. Tehát nyilván az is nyilvánvaló lesz, hogy a hídmodell sem ilyen monolit, tehát ami talán kiolvasható a könyvből is, meg más cikkeinkből, hogy ez transformálódott. Tehát igazából ez a hídmodell valójában, mint egy ilyen konszolidált állapot, ez egy ilyen pillanatképe volt. Kádári aranykor 70-es évek, ez nagyon gyorsan válságba csúszik, és hát ennek a válságnak megint megvannak a külső és belső eredői. És akkor megint itt kapcsolnám vissza, tehát hogy ez hogy közvetít az állam, vagy mi a kapcsolat, a belső folyamatok, ért egy ilyen lokális vagy nemzeti keretbe értelmezhető társadalmi folyamatok, és a világ gazdaság, vagy világ történelmi folyamatok közötti kapocs, az az mm -hmm. mi, milyen, milyen folyamatokon keresztül formálódnak ezek a kapcsok. az, az mm -hmm. állam az egy ilyen kapocs, ami ami mm -hmm. itt nagyon-nagyon lényeges intézmény lesz. Gyakorlatilag azt a dinamizmusát próbálod megragadni az egész történetnek, hogy az állam, mint valami, ami folyamatosan termel viszonyokat, és közben maga is azok, a viszonyok által termelődik gyakorlatilag, és akkor ez, nem egy körforgás, mert az akkor egy statikus dolog lenne, hanem ez a spirál valójában. Az, Abszolút. Ami... Tehát az, igen, és, és ilyen értem, hogy visszaidézem ezt, hogy, tehát, hogy, az állam az, én egyébként úgy tekintek rá, az egy sokszabad egy univerzális intézmény, tehát az emberiség történetével szervesen összekapcsolódik, mindig valamilyen formájú államba éltek az emberek, mert ezt gondolom, hogy amióta így társadalomban él az ember, az, az társadalmi intézmények közé szerveződik, és az állam az egy valamilyen formai társadalmi intézmény, tehát univerzális eleme is van ennek, de aztán más és más társadalmakban más intézmények alakulnak ki, meg más csoportok között zajlik ez a közvetítés, és akkor az, az egy más állam lesz. Tehát ez esetben itt mondjuk beszéltünk egy tőkés államról, ami a tőkés mm. társadalomnak a viszonyait mm. termeli, újra jött ezek a viszonyok az államon keresztül termelődnek, újra, hogy te is fogalmaztál ebben a, ezzel a körforgás metaforával. Mi az egy tök más állam, mint egy feudális állam? Szóval, hogy mi ezt egy ilyen félperifériás államnak hívjuk, ez, egy, ez az egyik ilyen fontos leszúrás, hogy itt más globális összefüggés rendszer, vagy más, máshogy illeszkedik ez az állam a globális összefüggés. közé, mint, mint, mondjuk egy centrumállam, vagy tényleg egy ilyen durván, akár ma is ilyen kolonializált állam, akkor ezen belül kell vezetni történetileg, hogy, hogy mik mondjuk egy ilyen félperifériás tőkés államban, akkor kik az ilyen meghatározott érdekcsoportok, tőkések. Azok között, a csoportok között nézem a dinamikát, akik, akik úgy, úgymond az ilyen láthatóbbak, tehát itt a elitek, tőkések, állam, és, és azért ez ilyen torzít egy kicsit ez a kép, mert ugye nagyon sok számos érdek ellentét között nagyon sok olyan erő is van, ami így direktbe a felszínen nem látszik, de ugyanúgy meghatározza az álmot, mert ugyanúgy részei ennek a szélesen vett újratermelési folyamatnak. Ilyen, ilyen, ipar, agrár, energia, lobby, az kevésbé jön itt elő, de ugye nagy intézményesült minisztériumok, meg egyes figurák körül intézményesült, tényleg olyan érdekcsoportok viszonyából van egyetlen kérdés föltéve, akik bennültek a központi bizottságba kb. meg tényleg így az, az államnak az ilyen aktív részvevői voltak. Nyilván azért, mert egyébként ugyan ez a hídmodell is fölfogva, hogy ez egy tőkés állam volt. Itt az, a, a, amilyen irányba én ásni próbáltam bele magam egy vitába, hogy, hogy ez egy államszocializmus korszakába hogyan, most ez egy szocialista állam volt, vagy nem, tehát hogy jaj, az, az az ilyen hipotézis, hogy igazából ez egy tőkés állam volt, és akkor kik voltak a tőkések az államszocializmus uh -huh. idején? Tehát itt ez volt a kérdés, ami kicsit engem izgatott, és akkor így, így jutottam el a gazdasági csoportokhoz, de mondom, ez így azért torzít sok szempontból. Az egyik fontos dolog, ahogy én olvasom, ahogy az állam képes ezt a közvetítő és ilyen viszonytermelő funkcióját betölteni, az a, a tulajdonviszonyok. Hmm. Tehát az, hogy az állam valamilyen módon szabályozza a tulajdonviszonyokat. A szempontból ez egy ilyen elemzői vagy értelmezői választás volt, hogy az államnak erre az aspektusára lőttem a iszatosan sok másik aspektus, mert az állam az egy ilyen nagyon brutál valami, az ugye így, teljességében összefogja ezeket az ilyen érdek viszonyokat és ideológiákat, tehát hogy az valahol egy ilyen, valahol az egy ilyen nagyon absztrakt dolog, nem csak a tulajdonról szól, de én azért lőttem egyébként a tulajdonra, mert hogy nekem tényleg ez az ilyen kemény érdek, viszonyok érdekének, úgy mondtad, hogy abból próbálom nézni, és akkor mondjuk az államnak az ilyen ideológiai felszíne kicsit háttérbe szorul. És akkor az látszik, hogy ezek az érdekviszonyok ott voltak az államszocializmus, hogy hát ezek a lobbik, most így hívom őket, hogy az ilyen alapvető társadalmi viszonyok, tényleg ilyen viszonyok, osztályviszonyok, igazából tőkés társadalmi viszonyok, anélkül, hogy bizonyos szempontból a tőkés intézmények ilyen kristálytiszta megjelenése nélkül is ez tud működni. Tehát akár a magántulajdon nélkül is tud ennek más formája megjelenni, vagy valamilyen ilyen bürokratizált formája, vagy nem kikristályosodott formája, vagyis egy informális viszonyokon keresztül. Tehát ilyen nagyon bonyolult hálózatban, de az látszik, hogy a tők és osztály osztályviszonyai jelennek, megtermelődnek újra, sőt én megkockáztatom, sok szempontból mélyülnek és kialakulnak. Tehát, tehát ebből a könyvbe itt nagyon nem volt tér abba belemenni, de mondjuk a kollektivizációt, én egyébként egy olyan, olyan ilyen hasonlóan ilyen proletarizációs folyamatnak fogok fel, mint valamilyen félparaszti osztályt számolt fel vele, és ilyen értelemben elmélyítette a árutermelés viszonyait. Tehát alapvetően egy erőteljesebb, vagy, vagy mélyebb tőkés osztály helyzetet teremtett, mint akár korábban volt kollektíven bürokratizált intézmények, tehát a direktben magántulajdon kiiktatása mellett, vagy, vagy annak a célkitűzése mellett legalábbis. Ezeket az osztályviszonyokat, ezeknek az alakulásán beindul egy ilyen tulajdonkodifikációs folyamat, tehát egy ilyen informális módon megjelenő tulajdonviszonyok, így, így, így formalizálódnak a különböző ilyen intézményi alkukon, kapcsolódásokon keresztül, pont ahogy ez a hídmodell válságba jut, pont ahogy a nemzetközi helyzet adott esetben ezt tereli vagy megkívánja, úgy lesz a végén, hát és, és én értem a gazdasági rendszerváltást, én itt úgy értem, ahol ezek vég, ahol végül is így megjelenik a Formális magántulajdon, annak a viszonyai között megjelennek végül a tőkések, meg a munkások. Az állítás itt ugye az, hogy olajban nem így hirtelen puk, így megjelentek, hanem így végig ott voltak, csak <coughs> így mégis beérik ez a folyamat. És hát ott azért van egy korszakváltás, tehát onnantól ez a más, hogy néz ki az, ahogy ez már nem is annyira informálisan, hanem tényleg a formális piacgazdasági szabályok között történik meg ez a, megint ez a, ez a, ez a kapcsolódás, tehát egyszerre a világgazdasági integráció, de vele a belső osztálytás, ami viszonyok újra félperifériás helyzetnek az egyik ilyen jellemzője, hogy egy ilyen nagyon érdekes törés meg dinamika lesz a külföldi tulajdon, tehát nagy nemzetközi társaságokat tetszik, német ipar, Más európai pénzügyi tőke, vagy most kínai, orosz tőke, mindenféle tőkék azért megjelennek, és az a fajta helyi, most jobb ilyen idézőben nemzeti tőke között, helyi búrzháziai ipari nemzeti tőke között van egy ilyen dinamika. Sokszor így, úgy érzem, ez nagyon szépen látszik a magyar sztorin, az aktuális mm. magyar sztorin, hogy, hogy hogyan működik ez a frakciók, de nagyobb, külföldi, kisebb helyi tőkék közötti feszkó, ez, ez mikor oldódik fel, mert mindig van egy ilyen pillanat, amikor hogy feloldódik. Máskor úgy tűnik, hogy ez valami összeegyeztethetetlen ellentét, például, hogy most, hogy írják át a munkatörvénykönyvét, milyen környezetvédelmi szabályozások legyenek. Nekem az a kérdésem, hogy mi a tendő? Ennél nem akartam semmi többet és bonyolultabbat. Jó széles ez a kérdés. Nagyon részletgazdag, és sok fut a könyved és amikor az ember olvassa, akkor akkor mint egy ilyen nagy térkép, a nagyon részlet elmondott, hogy ki, hogyan mozog ezen a, a, nagy térképen. Nyilván a magyar állam van végsősorban a fókuszban, különösen a második másik száz oldalán, az első száz oldalán inkább a nemzetközi folyamatok, és ugye az egész könyv meg arról szól, hogy a magyar sztori az hogyan ékelődik be, hogyan ágyazódik vissza ebbe a nemzetközibe. És látjuk, hogy ez iszonyatosan bonyolult, és látjuk, hogy iszonyatosan sok szereplőnek van végsősorban az az érdeke, hogy a munka olcsó legyen, hogy a természet legyen az litium, vagy más, bármi, az olcsón ki legyen termelve, de mégis, ha hiszünk abban, hogy itt azoknak, akik az értéket elállítják munkával, dolgozok valamilyen módon, ellene kell, hogy menjenek ennek, és ha megkérdezné tőled egy ilyen ágens, hogy Tamás, most mi mit csináljunk, hogy a következő 5-10-15 évben mit tegyünk annak érdekében, hogy bővítjük a saját mozgásterünket, vagy akár, ahogy mondod, megváltoztassuk, alapvetően megváltoztassuk ezt a viszonyt, tehát akár reformot akarnak, akár forradalmat akarnak, akkor mit mondanál nekik, hogy hát figyeljetek, ezt kéne tenni? Ki az a mi? Tehát amikor mi erről beszélünk, hogy megváltoztassuk jobban, hogy most ki, pontosan ki az alany, meg mihez képest ki az alany, tehát hogy egy ilyen valamilyen szinten ilyen meghatározott viszonyrendszer, társadalmi kapcsolaton belül tegye fel újra magának a kérdést az adott érdekképviseleti ágens. És ez azért fontos, tehát én nem tudom megmondani, hogy ő mit csináljon. Tehát azt, azt, és ezt most azért kollektívákra értem, de azt az adott érdekeltségben lévő csoport fogja tudni, hogy ő mit akar elérni a cselekvésével. Én, én szívesen segítek, meg nem, nem az van, hogy <laughs> semmi közöm hozzá. Tehát az én, nekem ez a távlatból jövő pozim az az, hogy üljünk le, dumáljunk, <laughs> de én nem fogom tudni megmondani, mert valójában én azt nem tudhatom, mert én ugye ittok más nem szokból nézem. Én mindig ilyen szkeptikus vagyok, amikor ilyen nagyon durva univerzálékba fogalmaznak emberek, mert ott ugye ez a nemzet kifejezeti érdek, Na, az egy ilyen szép univerzálni, ez a mai, mai, mai világban sokszor elhangzik, de hogy ez mögött mi van, tehát hogy ez valójában akinek az érdeke fogalmazódik meg, és a többieknek az hogy érdeke vagy nem érdeke. Tehát ebbe, ebbe a viszonyba érdekes. Szerintem így az elemzésnek is, de ez nem csak egy ilyen, hogy mondjam, csontony pozí vagy látószög. Tehát én ebbe tudok segíteni annak, akivel dialógusba kerülök, hogy a saját magad által vagy magunk által irányzott ilyen cselekvési térbe ez mit jelent, és hogy, hogy, hogy persze megfogalmazódnak univerzálék, de hogy az nagyon alaposan végig kell hmm. gondolni, hogy az hogyan csapódik le mindenkire. És milyen költségei vannak, vagy milyen, kinek milyen áldozatokkal jár, hova tud menni hol állunk a realitás talaján, ha picit az ilyen univerzálékat leleplezzük, és milyen tisztábbá válik a dolog. És akkor ott újra föl a kérdést, és lehet, hogy ugyanazok a válaszok jönnek, nem tudom, ez, ez kicsit olyan, mint egy ilyen terápia, ahol így más, más hogy gondolod végig ugyanazt a sztorit, amiben vagy. Szóval nincs, nincs arra garancia, de ez azt jelenti, hogy akkor 180 fokkal el kell, hogy fordulj, vagy máshogy kell csinálni, de, de máshogy villan így meg az ilyen, az ilyen, realitás. Az a társadalmi rendszer, amiben élünk, az így, az így ilyen elég durva válságban van. Tehát ez például be, azonosíthatjuk így történetileg is, meg a konkrét pillanatképben. Ez, ez, szerintem azért a könyvből is kiderül, hogy itt egy ilyen mélyülő, eszkalálódó válság jelenség van. Lásd, 2020 utáni folyamatok ezt egyre élesebben mutatják. És hogy abba például mit lehet csinálni, hogy az milyen irányba nyit ki teret a tényleg reálisan, arról is egyébként tök lehessen gondolkozni, hogy más társadalmi intézmények mentén szabályozzuk a, a viszonyainkat. Tehát, hogy ilyen értemben nem, ez pont, hogy nem egy ilyen totális lehetetlenség, hanem szerintem ebben szempontból egy izgi, izgi történelmi periódusban vagyunk, ami sok irányba mehet amikor az állam ugye ezeket a viszonyokat alakítja, és általa maga is alakul, akkor egy kicsit, mintha a különböző tőke frakciók sokkal egyértelműbben tevődnének fel, mint az érdekelenetén másik oldalán álló szereplő ágens. Szerintem az is már valahol egy előrelépés lenne, hogy amikor egy adott konkrét viszonyrendszer szabályozásra kerül, akkor abban megjelenjenek olyan szereplők, Kis, akik egyébként nem a tőkés árutermelés, vagy a tőkés profit termelés logikáját erősítenék. Az a konkrét történet, amit te elmesélsz mondjuk Magyarországon a 70-es évektől mondjuk napjainkig, abban jól beazonosíthatóak a különböző nemzetközi tőkecsoportok, beazonosítható az a mondjuk ilyen menedzseri osztályok, vagy menedzseri csoportok, akik, vagy bürokrata csoportok, akik egyébként kvázi tulajdonosként lépnek fel a szocializmusban, aztán pedig azt a helyzeti előnyüket át tudják konvertálni, hogy aztán and formálisan is hazai tőkés osztályként tudjanak fellépni. És hogy a kérdésem az, hogy a történetből azért hiányzik mondjuk egy harmadik fél, aki ebben a viszonyrendszerben számítana, vagy az államnak figyelembe kéne vennie, mert abban az adott termelési struktúrában, abban az adott történelmi kontextusban egyszerűen lehetetlenség volt, hogy az a harmadik fél artikulálódjon, vagy egyébként van itt egy ilyen cselekvési tér, hogy lehetett volna másként is The cat sat on the csinálni ezt. Itt van egy torzító effektus az analízisnek, tehát az, hogy ha valami nem jól látszik, ez nem azt jelenti, hogy nem volt. Valami, ahogy én tárgyaltam a kérdést, abban így kicsit mellékszereplővé vált, és lehet, hogy éppen hogy jogtalanul. Tehát igazából egy, ezt az egész kérdést újra lehet nézni egy ilyen teljesen más szögből. Uh -huh. És akkor itt jön be az, hogy az érdek... De ha a végeredmény oldaláról <laughs> nézzük, akkor valószínűleg nem jogtalanul, hanem az a történet, hogy így legyőzettek, <laughs> úgymond bizonyos szereplők, és igazából azt amit elmesélsz, ez az, az adott szereplők győzelmének a mikéntieként is uh -huh. olvasható. Ez érdekes, hogy ezt mondod, mert ez nem volt szándékom, hogy ilyen győzelmi sztori legyen. A ellentétes vektorok eredője mindig a történelem, és nem csak két vektor, hanem sok. És ilyen értelemben az, hogy ez hogy fejlődött ki ez a sztori, ebben mindig ott van egy társadalmi inercia, ott van egy ellenállás, ott van egy erő, ami ha nem lenne ott, akkor egyébként valószínűleg tök más sztori lett volna. Uh -huh. Az nem azt jelenti, hogy ezek kiegyenlőtt uh -huh. küzdelmek, sőt igaz az, hogy ebben a tőkés társadalmi viszonyban ilyen na nagyon összetettek az érdekellentétek, tehát igazából van egyfelől ez az ilyen mély és sokszor implicit érdekellenték, és egy ilyen tőke munkaellentét, amire utalsz, és van, ami a, a felszínen zajlik, amíg egy tőkek az érdekellentét, az sokkal explicitebb és láthatóbb, és ez a, ez a torzó az én munkámban is, hogy ott, hogyha megjelenik egy ellentét, csak a fókuszban igazából nem az az ellentét van, amire te kérdezel rá, uh -huh. hanem egy tőke. Közi ellentét van, és annak a mozgásában válik a másodcrangú, hogy mellékszereplővé, kicsit a munka, most ez egy abstrakció, de úgymond a nem tulajdonosi csoportok. Ez az egy más sztori lett volna, de ez a sztori elmondható az ő szemszögükből is, és igazából egy nagyon jó sztori az, az, ott lévő dinamikából nézi a történelmet, tehát ez, ez itt kicsit kimaradt, és szerintem nincs legyőzetés, tehát ez a sztori nem ér véget a kapitalizmusba se, tehát nincs kapitalizmus csak kapitalistákkal, tehát igazából ez egy állandó, ebből az ellentmondásból is táplálkozik, az, az hajtja előre. Haiti-t mondjam, ez, pedig, ez egy nagyon klasszikus példa, megnyilván a karibi történelem, forradalmak történetet. Tudja, rögtön ez az egyik kritika, hogy na jó, de hogy igen, szóval a forradalmak abban mind, mindig így kiadják a haiti -t. Pedig az volt a legdurvább forradalom, az első fekete köztársaság, tehát így mi ahhoz képest a Napóleon. Igazából az egész sztorit a Haiti döntött el. Tehát, hogyha nem érted meg a Haiti-ben mi zajlott, akkor igazából akkor ez nem is lesz világos a franciák és a britek között mi zajlott. Munkáslázadás, de ugye rapszolgalázadás, az imperium, ellen, és a és a rendszer, egy hova fejlődött, meg milyen irányba kanyarodott a, az ő konfliktusuk. Ez mindig így el van mondva a brit-francia küzdelemből, de hogy valójában ez, ebben a kulcs pillanat az a Haiti beleépése volt. Igazából most, amit mondtál, azt tapint rá az igazi frusztrációmra, hogy ha kizúmolunk, akkor igen, a kapitalizmus, mint történeti jelenség, nem képzelhető el a vele szemben való ellenállás nélkül, mert hogy ilyen. az befolyásolja, hogy milyen irányokba mozdul el, de hogy akkor innen nézve igazából az Rézik. ellenállás ez valójában az egyik fenntartó tényezője ennek az egésznek, és akkor innen nézve meg, hogyha levisszük nagyon ilyen konkrét korban élő, konkrét ágens szintjére, akkor valójában fölösleges. Hogy azt mondom, hogy oké, okay, akkor én ellenállok a kapitalizmusnak, és izé és az lesz a jutalmam, hogy valójában segítem innovációra, ösztönözve a kapitalizmust, hogy átlendüljön azon a válságon, ami egyáltalán lehetővé tette, hogy én ellenálljak, mert ott nyílt uh -huh. meg egy kis cselekvési tér az ellenállásnak, Értem, igen. amit mondasz. Nem teljesen értek vele egyet, azt a következtetést semmiképp nem vonnám le, hogy szükségtelen, mert leve a sztoriban nincs benne a szükségszerűség sem. Tehát a kapitalizmus az nem egy magát mindig újra termelni képes statikus valami, ami ráadásul saját ellentmondásait is felhasználja a saját újratermelésére, hanem ez egy változó valami, nem tudjuk, milyen irányba változik, és mindenki hozzászól a maga módján, és ebből bármi lehet. Csak akkor egyfelől van az értelmezése ennek, az, az apparátusra vonatkozik csak, tehát az ellenállás az nem kívülről jön, tehát nem az, hogy van ott, ott, ott ül a sarokba a kapitalizmus, és akkor valakik így kívülről jönnek, és megváltoztatják, de aztán rájönnek, hogy nem tudtak megváltoztatni, akkor miért csinálták, hanem eleve ez mindenki része, tehát mindenki csinálja, csak itt lesz az a kérdés, hogy, hogy tudod-e, hogy mit csinálsz? Vagy, vagy tudod-e a <coughs> következményét <coughs> annak, hogy mit csinálsz? És bizonyos szempontból ez limitált mindenkire a, a, az értelmiség se tud, tehát hogy nincs az a Totális pozíció. kép, amit lát, totális pozíció, de ezen például lehet javítani, hogy hogy azt tisztázni, hogy akkor az adott történelmi körülmények között az adott cselekvés az milyen irányba löki az egész rendszert. Mi annak a szerepe ebben? És egyetlen nem szükségszerűen a kapitalizmus fennmaradása felé, tehát hogy bármit csinálsz, úgyis az lesz, ez, ez nem, nem állítás itt. Maximum a legerősebb váltás, amit tennék, hogy minél jobban látod, hogy mit csinálsz, annál több esélyed van, hogy változtas, és minél minél kevésbé látod ezt át, például benne ragadsz valamilyen ideológiába, annál valószínűbben az vissza fog csatolni. Része vagy, tehát hogy az egy hiba azt gondolni, hogy nem vagy része. Könnyű félreértésbe kerülni, például, hogy felesleges bármit is csinálni, meg lehet kívülről mozizni, mert ez, ez, az állapot nem, nem, nem létezik. A másik, amit mondani akartam, mi összes cselekvésünkön múlik, hogy, hogy mi lesz a rendszerrel, és hogyha elég sok ember elég jól koordináltan, elég hatékonyan valamit nagyon máshogy csinál, akkor más lesz a rendszer, munkás ellenállással mi történik egy ilyen típusú félperifériás rendszerben. Hol van a magyar ellenállás? Ugye, kicsit ez a kérdés, ugye? Van, tehát igazából az, az a kérdés, hogy hol van, meg hogy működik, hol van az a másik vektor, ami ugyanúgy nyomja a történelmet. Mert igen, az azért látsz, a hídmodellből is, meg ahogy szakszervezetek megjelennek a könyvben, hogy van egy nagyon erős ilyen tőke dominancia. Van egy ilyen kooptációs para, tehát uh -huh. igazából a a szervezet munka felől megfogalmazott, progresszív célok elég jellemzően végül is az ilyen olcsósítás ellen hatnak, de nem kérdeznek vissza az alapvető társadalmi intézményekre, és akkor ott ez mozog történeti körülményektől függően, hogy hogyan is zajlik a kooptáció, de mondjuk a SZOT az tipikusan az iparlobbinak volt az egyik ilyen ágens, és látjuk a privatizációban a legtöbb ilyen szervezet, munkáscsoport az kötött akár csak ilyen adhok szövetséget adott típus a helyi kis tőkével a nagy sztorival szemben tehát a szervezet munkásságot ilyen szinten becsapták, vagy mozgósították egy tőkés érdek mellett. Nagyon érdekes az, hogy történik. Ennek van egy nagyon erős ideológiai felület, de nem csak ideológiai, itt, hogyha megnézed a, a 90-es évek elején, sok terápia Magyarországon, hogy gyárbezárások, nyilván olyan, olyan krízis volt a munkások között, hogy nehéz volt ezt a fajta forradalmi, célracionális cselekvést koordinálni, tehát belecsúsztak a krízis alatt a tőke, a szintén krízisben lévő tőke mögé. Szóval ez így ledarálódik valahogy. Azon a szinten ledarálódik, Állódik, ahol az intézményes konfliktusok az államban uh -huh. megjelennek. De ott nem látszik, és ez az, az én könyvemben sem nagyon látszik, mert az államban megjelenő konfliktusokat nézem, és akkor igen, valamiért ez ott így nem látszik tehát máshol van, máshol kell keresni. Magyarország esetében tényleg az a story, vagy az az ilyen nagyon érdekes dimenziója ennek a sztorinak, helyzetművében sokan foglalkoznak ezzel, nálam te a könyvben nem ez volt a frontvonalban, de hogy sok esetben tényleg az ilyen informalitásban, meg a háztartásokkal. Tehát ez egy olyan szinten van, ami nem véletlenül, de nem is látszódik. Szociológus szemüveggel kell nézni, és emberek nézik is, hogy a híradóból nem fog kiderülni. Sőt, tipikusan ott a fő propaganda, az ilyen nagy narratívák funkciója sokszor az ezt akar yeah Most az igazi konfliktust nem akarja látni soha, máshogy járt konfliktust, tehát tipikusan takarásba lesz, de hogy ott zajlik az, ahol, ahol ez így megjelenik, és hát szomorú, tehát onnan nézve kicsit akár ez a legyőzettet sztori is igaz lehetne, ha, ha ennek a sztorinak lenne egy vége, de valójában ez egy állandóan zajlódó történet, hogy és az a kérdés, hogy az miben megy át, hol szervez, hol csapódik ki, hol lesz cselekvés, és, és milyen fajta cselekvés lesz abból, ami egy ilyen eredendő, akár a túlélést szolgáló ellenállás. Számos kezdeményezés van, és tényleg ez a mi a teendő kérdés, ez így nagyon izgébb a kontextusba, hogy ezt hogyan. Szerintem nekünk végül is ilyen baloldali gondolkodóknak ezt kéne segíteni, hogy segíteni azt, uh -huh. megtalálni és artikulálni, ahol ott van, szükségszerűen ott van egy és társadalom ellentmondásainak az ilyen feszültsége ez nem áll össze egy ilyen nagy politikai cselekvővé, ami úgy tényleg akár így lőni tudna az államra, vagy ezt az egész viszonyrendszert át tudná alakítani, hanem lokalizálva lesz. Tudatilag is, meg a maga, maga fizikájában, sem tudom, háztartáson belül marad, családon belül marad, esetleg gyáron belül marad, vagy valamilyen narratívába belőle, like migrációhoz, egy ilyen narratív, akkor bele tuszkolták, tehát hogy így mindenhogy helyben marad egyelőre az látszik, de ott mindenhol ott van, és nagyon sok formában ott van. Vannak persze a jó kezdeményezések is, tehát hogy látszik az, hogy ezen dolgoznak emberek, aktivizmus, szervezetek, szövetkezetek, tehát van szervezett eberő is, ami megpróbálja így megpróbálja a megkeresni, és aztán azzal kezdeni valamit, hogy egyébként tényleg politikai cselekvés legyen belőle. Ami itt még úgy nem tudom, egy szót érdemel, ami egy veszélyes dolog, mert hogy nyilván Magyarországon én úgy látom, hogyha ezt egy ilyen szervezet, politikai erőket, meg ideológiákat nézzük, akkor ugye a nagy ideológiai versenyhelyzet, az, az sajnos, hogy ez nem a bal oldal és a jobb oldal között van, hanem a jobb és a még jobbabb, tehát jobbra tolódik az egész narratíva, ott jön ki, és ennek van oka, tehát hogy, hogy sokszor tényleg az van, hogy szélsorulóbb ideológia mellett csinálnak meg komoly szervező szervezőmunkát, ami becsatornázza ezt az erőt, és aztán természetesen nem forradalmi erő lesz belőle, hanem ellenforradalmi erő, tehát ugye ez egy ez egy ez egy fasizálódás története. Az a fasizálódás, amikor az egyre gyűlömlő erőket ezen a megfogott szervezet és ideológia alapon egyébként visszacsatolják egy tőkés mobilizációba, meg egy ilyen, ilyen meghatározott tőkés csoport beveszi az államot, vagy megtartja az államot. És ilyen értelemben hozzáteszem, ez a rossz hír, vagy hát sok erő van. Tehát nem az, hogy hiányzik ez az erő, hanem ez így valahogy ilyen nagyon rossz helyre megy. Mert én úgy látom, hogy ez a pandémia is ebbe az irányba mm. lövi ezt el. Például, hogy még durvábban növeli az elidegenedettséget, már csak az, hogy virtualizálódik a valóság, tehát hogy, hogy, olyan, hogy azok a feltételek erősödnek meg, amik mellett ezt a gyülemlő társadalmi erőt így rossz felé megy. Két éve nem tudom ezt így megfogni, hogy valójában az a fajta ilyen kultúrharcos hitvitás dolgok, amik így kialakulnak, így az oltások kapcsán, uh -huh. oltás, meg lockdown, meg az egész járványkezelés kapcsán és ez egy mobilizáció, ami két oldalon ö, történik egyébként, hogy valójában a választási lehetőség, amit ez a két oldali mobilizáció felad, az egyrészt az, hogy igen, én vissza akarok menni minden áron a gyárba dolgozni, és nehogy már nekem most kötelezően valamit kelljen csinálni ahhoz, hogy vissza tudjam menni a gyárba dolgozni, és a másik oldalon meg ez az ilyen fogyasztás szabadsága, meg egy csomó ilyen, szóval, hogy igazából ilyen különböző árutermelési ideológiák alá integrál be egy, egy ilyen ellentétet ez a dolog, és ez nagyon érdekes, hogy akár melyik nézed, a dolognak valójában ugyanaz. Igen, igen. Meg ő ezt mondtad, ez a gyárba vissza akarok menni dolgozni, mert tényleg az van, hogy itt a kapitalizmus újra termeléséhez mindig, mindig kell a válság, akár ilyen ideológiai szinten. Tehát, hogy ez, ez, ez úgy tud működni, hogy, hogy az emberek torkához van tartva a kés. Ha az nem lenne oda tartva, akkor más, hogy lehetne gondolkodni, nagyon más, hogy működne a cselekvés, csak annyira az, hogy így, így alapvetően lejt a pálya. És ebből a szempontból egyébként tényleg ez a válság is olyan, hogy a tőkés intézmények olyan termelődnek most újra ezen keresztül. Ez egy, ez egy izgi dolog, és annyira ez így beszűkíti a teret, hogy már az a radikális igény, hogy visszamehessek a gyárba, hogy kizsákmányolhassanak. Mint hogyha a az ilyen válságidőszakokban, az ilyen kapítést a válságidőszakokban bekövetkező kreatív rombolásnak a két oldalát integrálódnánk be, hogy a, az egyik oldalon azok az termelő egységek, meg minden, amik valahogy elpusztításra várnak ebben a válságban, és ott van ez a vissza kell menni a futószalag mellé, mindegy, ha beledöglünk is, és közben meg ez az ilyen digitalizált, otthon ülős, fogyasztás központú, mm -hmm. vizé, ami meg felülemelkedne ebbe a sztoriba. én itt még egy szállat érzek abban, amit a Tomi mond, hogy lehet, hogy rosszul értelek, úgyhogy kihangosítom, ahogy értettem, hogy mint ugye azt mondanád egyrészt, az első egy-két állítás, hogy miután tőke munka konfliktus, nem tud artikulálódni se a munkahelyes az államban. Mert igazából a munkahelyből kivanyomva szakszeretek uh -huh. Az államban nem tud megélni, meg le vannak nyomva. Ezért szorul vissza a háztartásba, és a háztartásban ott van a feszkó, de nem tud feloldódni. Tehát tulajdonképpen, amikor azt mondod, hogy a háztartáson belül marad, meg a családon belül marad, akkor az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ez a feszkó az ott sül ki de hogy ez sokszor fizikai erőszakba, verbális erőszakba, autoagresszióba, tehát alkoholizmusba, meg üvöltözésbe a gyerekekkel, meg ezekbe megy ki. Én úgy értettem, amit mondtál, második állítás csoport, hogy miközben meg van ez egész korona, mint munkavállaló, nem nagyon tudok ezzel mit csinálni, nem tudok nagyon pattogni a munkahelyen, nem tudok pattogni állampolgárként, akkor tudok pattogni, amikor végre pattogni tudok, ők azt mondják, hogy oltassam be magam, akkor el tudok küldeni mindenkit az anyjába, mondhatom be magam, de közben vissza kell mennem dolgozni. Szóval, hogy, hogy, annyira ki van vonva, hogy megvan a ezek, ezek, az emberek a zelenás lehetőségétől, amit fasizálódás egyik forrásának értesz, hogy, hogy az oltás jön ki ez egy egyrészt, meg a fizikai erőszak, meg, meg, meg alkoholizmusba, meg autoagresszióba, meg ezekbe jön ki. Szóval nem, ez nagyon jó, hogy így kihangosítottad, mert egyetértek vele, hát annyit tennék hozzá, ugye ez, ez, egy ilyen másik probléma, amiről már beszéltünk, de hogy ez nagyon fontos tényleg tudati szinten mi zajlik, meg mi az, amit így az, az olyan értelmezési keret, amiben az emberek bele helyezik az ellentmondást, amit nap mint nap megélnek, és szóval ez nem egy spontán folyamat, uh -huh. tehát itt nem csak az, hogy akkor valaki hazamegy, mert a munkáin nem tombolhatnak ki magát, és akkor elveri a gyerekeket, Uh -huh. Ö, hanem hanem ugye az, ezek is legyártott ideológiák mellett, uh -huh. vagy el, egy rá segít például az állam, De az állam, uh -huh. van, van egy szerepe, sőt, az, ha úgy a jogrendszernek van egy szerepe, hogy mondjuk a családon belüli erőszakot egy ilyen elszigetelt esetnek uh -huh. tekinti, meg a egyéni probléma az alkoholizmus, és akkor ott az ott sült el, uh -huh. és eljárás lesz belőle. Uh -huh. De tipikusan azt nem csinálja, amit ha mi szeretnénk itt látni, hogy ez egy társadalmi folyamatnak egy ilyen kicsapódása, uh -huh. és hogy, hogy hogy épül fel a családon belüli munkamegosztás, uh -huh. hogy hogyan van meg ideologizálva mai Magyarországon mondjuk a, a háziasszonynak a szerepe uh -huh. és kultusza, uh -huh. ami egy nagyon érdekes folyamata egyébként a munka olcsósításának. Uh -huh. Tehát ugye itt, itt egy ilyen piedesztára van elő, emelve az ingyen munka, tehát uh -huh. ezért, ennél direktebben nem tudsz munkát olcsósítani. És akkor, vagy a család, ez egy konstrukció nyilván, ez, ez egy társadalmi rendszer, meg egy ideológia, tehát ez bár más környezet, máshogy néznek ki a családok, ez állandóan változik időben, meg térben. Tehát én értem, ez nem egy ilyen eredendő, univerzális uh -huh. valami, hanem ez történetben meghatározott. Tehát, hogy az, hogy van -e, hogy van a most, tehát ilyen kampány időszakban ülünk, tehát ugye a fő, fő ideológiai mondások azok erre lőnek, a, a, a családra, a nemiségre, a uh -huh. migrációra, tehát ugye ezek uh -huh. a fő intézmények, amiket így elbeszél a nagy ideológia, és ez ezért fontos, mert ezek a folyamatok, amik, szóval, hogy ezek nem, nem spontán így kilakulnak uh -huh. az emberekbe, hanem az, hogy hova tud menni, az az is terelve van, tehát az, 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 az így ilyen lehatárolt térképen mozog, uh -huh. és ez például megint egy cselekvési tér lehet, tehát ezt az ideológiát, ezt. Ezt, ezt így kell megvilágítani, ilyen uh -huh. röngen felvételen, hogy uh -huh. hogy az látszódjon, hogy ez, ez megint nem univerzális szentségek, meg uh -huh. eredendő intézmények, hanem ezt folyamatosan gyártja újra uh -huh. az a társadalmi érdekviszonyrendszer, ami kifejeződik uh -huh. az államban, és ez egy közvetítési folyamat, ami például ideológián keresztül is működik. Most ideológia tényleg értsünk bármit az esti, híradót a köztévén például. A szóhasználat, meg a szóbeszéd, mm -hmm. ahogy beszélnek. Tehát, hogy nincs jól megvilágítva, vagy rákérdezve ez az ideológiai mező, hanem most, de hogy, hogy sokszor az ellenzéki kritika se erre kérdez rá, hanem ebbe a mezőbe próbálja utolérni. Vagy rámondani, hogy hát, de valójában ő volt a soros hogy nem, nem tudom. Tehát a saját ideológiájával... a paramé... Rá... Diskurzus belül maradt, a mm. belül csak... A igen, igen. Így... És onnantól kezdve eleve elszabból úgy, hogyha uh -huh. valaki szúrja a paramétereket, és hát ugye ez ez a baja ezzel a rezsimmel, ugye ez, ez egy általános kritika, hogy folyamatosan úgy kell játszani a játékot, most érts uh -huh. politikai játékot, hogy újraírják a szabályokat, és a másik fél, a, a nyertes fél írja újra a szabályokat, hát így így, uh -huh. hogy uh -huh. akarsz nyerni. Na, ez ez nagyon igaz, most csak a választási törvényre, de erre az ideológiai mezőre. Uh -huh. És a szuperfontos, hogy szóval tényleg ez nem lebeg a térbe az uh -huh. ideológia, hanem hanem, hogy te mondtad, ezen keresztül értelmezik az emberek a saját helyzetüket. Mert mi másképp tehetnék, tehát hogy nyilván az értelmezések, mi azokat közösen csináljuk, meg, meg nagyobb ezt az egy értelmiségi munka, most az emberek ők ezt látják, hallják, tehát igazából az értelmezést azt, azt kapják, azt mondanám, nagyobb mm -hmm. részt. És itt itt van megint egy cselekvési tér. Én úgy képzelem ennek a találkozását, a jó cselekvés az én részemről, tehát mint egy értelmiségi figura részéről az az, hogy pont megfogalmazni, segítek azt, ami nem felőlem jövő probléma eredendően. Mm -hmm. Mm -hmm. mert egyébként én egy tök jó középosztálybeli háttérrel vagyok, jó a fizum, jó, hát persze kicsit szivadgattak az akadémián, de most magunk között nem mezem, múlott az ország sorsa, hogy most az én intézetemmel mi lett. Persze felháborító volt, meg tüntette meg minden, de ezt lássuk be azért a magyar háborúk többségéhez, ez első nagyon jutott a hír, mm. vagy teljesen hidegen hagyta. Tehát, hogy innen nézve ez egy kényelmes pozi, a Marxnak van erről érdekes írásai, hogy a végülis a progresszív elemeinek mi a szerepe majd a forradalomban, de hogy nem, nem onnan fog jönni a forradalom, de lehet szerepe. Egy gondolat még, hogy az jutott az eszembe, hogy a, van ez a, a marxista, tehát a munkás frazeológiában az elnyomás fogalmának az a túlhasználata, és így nagyon sok én szenvedtem ez, hogy mit akarnak mondani, hogy mi, mi az elnyomás. És aztán már nem tudom kicsit, valaki elmondta, hogy ez igazából a frajdi újraértelmezésben van ennek az egésznek az értelme, ami az munkás ezért még valóban fizikai elnyomást értettek, de hogy ez az elnyomás az, hogy ne legyen tere annak, hogy megfogalmazza a bajodat, hanem ne legyen nyomva, abban az értelemben, hogy felejtsd el, a apátiába, told le a tudattalamba, és ami meg ott mégiscsak földjölemlik, azt meg tereld el, migráns felé, meg soros felé, de ez a túl elfolytás, vagy túl elnyomása ezeknek a jogos sérelmeknek, ez meg, hát ez megint tényleg az ilyen autóagresszióba, meg agresszióba tud visszajönni, tehát a gyerekek csesztetésébe, akkor gyerek pánikbeteg lesz, akkor gyerek rosszul tanul, akkor gyerek lesz traumatizálva, vagy egymást. Ez nagyon igaz, egyébként ez az agresszió, most abban a a helyzetben voltam, hogy egy sokat utazgattam, még ugye más, más országba élek, és akkor onnan néző is láttam a hazai folyamatokat, és tényleg ez a, mindig, mindig ezt nézem, hogy így hova megy az agresszió, mit mondasz, uh -huh. mert ezt máshova csatornázzák be az intézmények, azért elég eltérő lehet, és Magyarországon tényleg valahogy ez az ilyen autoagresszió meg belül elfolytódás alkoholizmus, más országokban meg, meg egyre nyíltabb, tehát az Egyesült Államokban körbenézel, hogy milyen, milyen, milyen szinten zajlik ez a... Opiátok. Opiátok, uh -huh. de a lövöldözések, tehát uh -huh. hogy nem nem... nem, nem be, tehát van, 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 van az az intézményi környezet, ahol nem befelé uh -huh. elődik, ezon kifelé elődik, és akkor tényleg ez az egész rendszernek megint egy, egy után a legdurvább tünete, hogy nem, nem a jó nő, hanem az Ja, egy izolálódik, és ez az agresszió jön ki mindenhonnan, ilyen, mm. ilyen nagyon durván, félelmetesen. Mert ez, amit te mondasz, hogy ez, ez nem, tehát hogy nem, tehát hogy igazából az nem működik ezzel az ez, ez, ez lefolytással, mm. ez, nem, ez, nem, ez nem egy probléma megoldás, tehát pont ez nincs győzelem, hanem az újra kijön valahol, mm. és egy körforgásba Uh -huh. forog. És az egész az, az, az egy társadalmi viszony lesz, hogy akkor ebbe a körforgásba ki védi be a privilégiumait mi alapján, uh -huh. menekíti ki, rejti el, húz falat, húz uh -huh. hozzá a és hogy mi lesznek a költségek. Uh -huh. Nagyon szépen jó. köszönjük Tamás, hogy eljöttél. Köszönjük szépen. Hát én köszönöm, köszönöm a Beszélgettünk, És a frontális brutális kérdést, hogy mi a teendő, végül nagyon jó választottál, mert hát. megmondtad, hogy hol keresünk és köszönjük nektek, hogy meghallgattátok ezt az adást is. Arra kérünk, hogyha tetszett az adás, amit nagyon remélünk, és még nem támogatnátok a Partizánt, akkor azért is támogassatok a Partizánt, mert a mi infrastruktúránk és a bennünket segítő személyzet ebből él. Úgyhogy azzal, hogy a Partizánt támogatjátok, azzal például a hangmérnökünket támogatjátok, és azt, aki nekünk segít szervezni ezeket az eseményeket, és egyáltalán azt a szervezeti és infrastruktúrális környezetet, ami lehetővé teszi, hogy mi dumáljunk, ti meghalljatok bennünket. És nagyon köszönjük, hogy hallgattok bennünket. Igen, és kövessetek Facebookon a Mi a Teendő oldalon, írjatok nekünk e-mailt a Mi a Teendő podcast gmail.com címen, és hogyha tetszett az adás, akkor osszátok is meg minél több fórumon, hívjátok meg az embereket, hogy kövessék a Facebook oldalunkat, hogy mi is több emberhez juthassunk el. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.